akartak Pécsről is táncolni, vagy egyszerűen csak hallgatni a jazz-rockhoz közel álló muzsikájukat. A zenekar tagjai ma a 40-es korosztályhoz tartoznak. Közülük többen változatlanul muzsikálnak, egyikük például Pege Aladár együttesében, egy másikuk a skandináv országokban, harmadik zenész pedig az NSK-ban muzsikál. De van, aki butikos lett, sőt az egyik tag rovarírtó kisiparos, aki emellett egy magán hangstúdiót is vezet. Ez a stúdió adja ki most kazettán az egykori ötletegyüttes legsikeresebb számait, ráadásul új hangszerelésben. Köztudott, hogy a vidéki rock együtteseknek mérhetetlen a hátrányuk a fővárosiakkal szemben. Régen ez még jobban igaz volt, mint ma. Az olyan tehetségesek sem tudtak igazán érvényesülni, mint a kitűnő zenészekből álló komlói ötletegyüttes. Pedig annak idején a progresszív zenei fesztiválokról marékszám hozták a díjakat. 15 éve szűnt meg a zenekar. Nemrégiben újból találkoztak. Zenélésre is sor került, de minket elsősorban az érdekelt, hogy mi történt velük az eltelt másfél évtizedben. A legendás ötletből először a basszusgitáros vált ki. Budapestre költözött, elvégezte a konzervatórium jazz tanszakát, majd pedig egy idegen országban, Ausztráliában próbált szerencsét. Szerencsére, mikor kiértem Ausztráliába, első héttől kezdve kaptam a munkanélküli segélyt, mindenki kapja egyébként, nem csak én, mindenki kapta, elég sokan voltunk. Ez viszont, hogy mondjam, biztosította az alapvető dolgokat, amire szükség van, tehát a megélhetésre biztosítva volna a pénz, az a kis minimum, ami a lakásra meg a kis kajára kell. És hát ez óriási lehetőség volt arra, hogy nyugodtan lehetett dolgozni azon a zenén, amit mi igazából szeretnénk játszani. Amikor visszajöttünk Európába, itt már ugye nem volt segély, de viszont elég gyorsan, két hónap alatt sikerült összehozni ezt a bandát, amivel aztán elkezdtünk turnézni. Egyébként Nomád volt a zenekarnak a neve, ennek az európai zenekarnak a neve, ami nem csak egy név, hanem valamennyire az életforma is volt, hiszen nem volt hazánk igazából. Aztán én valahogy ott ragadtam Nyugat-Németországban. Most van egy családom, van egy kisfiam, meg hozzá egy feleségem. És hát most ott dolgozom, hogyha ezt munkának lehet nevezni. Hát tulajdonképpen csak időlegesen váltam ki az ötletből. A kapcsolatom megmaradt a régi zenésztársakkal. Hát ez is a jazz tanszakra jelentkeztem, voltam az Előzeti Szakközépiskola jazz tanszakára, ahol sikerült a felvétel, én odajártam iskolába, közben gyakran hazajártam, és a zenekar, a volt zenekarvezető Ábrahám Gyuri létrehívott itt azért új ötlet, meg különböző név alatt ötletegyüttest működtetett. Amikor csak tehetem, hazajöttem és játszottam. A későbbiek folyamán úgy alakult, hogy a tanszakon megismerkedtem zenészekkel, először csak a konzi bemutatókon hallottak játszani, többek közt a Pege Aladár is, és így elhívott, megtetszett a játékom. A Pege együttes mindig dobos gondokkal küzdött. Helyesebben hát a Aladárnak gondjai voltak mindig a dobosokkal. Többen máshol haknizgattak. Neki kellett volna egy biztos ember, aki csak a zenekarában játszik. Na most úgy gondolta, hogy talán fiatalabbakkal kéne megpróbálkozni, na de hát azért szint kellene. Ő egyszer hallott engem játszani, és azt mondta, hogy lenne kedve. Én azt mondom, hogy nagyon örülök, mert hát ez egy mérce, ez egy komoly mérce, amit meg kell, hogy próbáljak átugrani. Az ötlet után volt kérlek szépen két olyan próbálkozásom, egyik a Tamási Hangár együttessel, ami úgy azt látom, hogy elég jól sikerült. Aztán onnan elment, visszajöttem az Ábrissal, csináltunk megint egy ötletet, de az már nem volt az igazi, hát az ászak hiányoztak belőle. És
Utána volt egy pesti, ami a legnagyobb gubanc volt, egy hitrock nevű csapattal. Hát elég rossz volt a zene, ez volt az egyik. A másik az, hogy az énekes diszidant és Baludorova állgott, mert elvitte a gitáromat. Szóval ezzel akkor be is fejeztem a zenélést, mert teljesen lerámolt rólam mindent, és nem tudtam folytatni. Tehát ezt szakítottál a zenéléssel? Igen, igen. Most ez a divatáru kereskedés van, ezt csinálom. Akkor most hogy kerültél ide mégis? Nem felejtetted a gitározást, vagy hogy van ez? Hát nem tudod, ezt valaki egyszer csinálja, úgyse tudja elfelejteni. Csinálni. Végül is van egy ilyen rovarintó kis cégem, amit csinálok, és akkor mellette ez. Ugye a kettő jól összevág. Vesztettük egy nagyon erős embert a Freddy személyében, aki mindenképpen egyik vezéregyénisége volt a zenekarnak, és mint szerző is, és mindenféle szempontból. Aztán tudtuk azt, hogy a Ferike is elpályázik, jazzkonzi és egyéb dolgok. És hát szóval valahogy kifutotta magát akkor abban az időben a zenekar. Akkor én el is költöztem a városból is. Lehetőség volt egy másik zenekart csinálni. Bár ez mondjuk már inkább egzisztenciás kérdésé vált, mert akkor elsőbb a pénzkeresésről volt szó. Tehát csináltunk egy olyan zenekart, amelyikkel aztán külföldre próbáltunk menni dolgozni. Ami aztán 80-ban sikerült először, és gyakorlatilag azóta ez a dolog megy nekem. Ez a buli, ez a találkozás, ez hogy jött létre? Ez tulajdonképpen egy közös vágy volt mind az ötünk részéről, hogy talán megint egyszer együtt. És úgy gondoltuk, hogy megír annyit, hogy megpróbáljuk. Bulit ugyan nem terveztünk, arra gondoltunk, hogy csak úgy összejövünk a pincébe, vagy régen aztán zenélünk egyet együtt, és ha úgy érezzük még, hogy érezzük azt, amit akkor legyen buli, hát éreztük, és ezért aztán belevágtunk.